Csapatban és egyéniben is világbajnoki aranyat ünnepelhettek a magyarok a tavalyi kettes fogadhajtó világbajnokságon. A szövetség elnöke ezzel 12. elsőségét ünnepelhette. Elmondása szerint jó esztendőt zárt valamennyi szakág. A magyar fogadhajtás továbbra is a világ élvonalában van. Ugye nyertük idén a kettes fogadhajtó világbajnokságot, egy fiatalember, a Hölle Martin lett az egyéni világbajnok, csapatvilágbajnokságot nyertünk. Rengeteg fiatal versenyzőnk van. Én úgy gondolom, hogy igazán büszkék lehetünk arra, amit a lovasaink ebben az érben elértek, de még azt a hátrányunkat, ami mondjuk Nyugat-Európával, vagy mondjuk az élvonalban szereplő országokkal szemben van, azt még mindig nem tudtuk ledolgozni. De amikor pénzre kerül a szó, akkor olyan számokról beszélnek, ahol nem tudunk versenyben maradni velük, és ez a hátrány, ami sajnos nyomaszt minket, de bízom benne, hogy azzal, mint ugye itt vagyunk a Nemzeti Lovardába, a megújult Nemzeti Lovardába, hogy ez a létesítmény, ennek a színvonala, ennek a rangja, és hát mindazok a dolgok, mindazok a rendezvények, versenyek, létesítményfejlesztések, amik az elmúlt időszakban történtek, azok a presztízsét igencsak megemelik a lovasportnak. Ez nem egy olcsó szakág, nem egy olcsó sportág, és ha talán megtalálja azt a célcsoportját, azt a célközönségét, mint amit mondjuk Nyugat-Európában megtalált, akkor talán a pénz is egy kicsit jobban bekerül a lovasportnak az életébe, és az adhat esélyt arra, hogy ezt a kis hátrányunkat ledolgozzuk. Mindig is ez volt a magyar lovasportnak a központja, a bázisa, és én úgy gondolom, hogy ez méltó módon jellemzi a lovasportot. Mint hogy az országnak az országház, a parlament a központja, onnan indul minden. A lovasportnak ez a Nemzeti Lovarda a központja. Innen megy a tudás, innen megy minden a végekre. Ami még vár ránk, ugye a Lovas Szövetségnek a központja is be fog költözni. Fontos a multifunkcionalitása. Tehát amellett, hogy versenyeket tudunk rendezni, amellett, hogy továbbképzéseket tudunk rendezni, azok a szervezetek is ide költöznek, például a Sportlótenyésztő Szövetség, akik a lovasportban, a lótenyésztésben működnek. Az oktatásnak, a képzésnek, az edzők, a szakemberek továbbképzésének lesz egy olyan bázisa, ugye úgy is hívjuk a főépületet, hogy tudásközpont, ami még sokat tud hozzátenni a sporták fejlesztéséhez. Nagyszerűen szerepelt ifjabb Lázár Zoltán a budapesti díjugrató világkupán. Édesapja, a 8-szoros fogadhajtó világbajnok izgult is rendesen a nézőtéren. Ám ez nem zavarta meg a fiatal lovast, aki a rendkívül technikás pályákon először egy ezüstérennek örülhetett, majd a 140 cm-es Goldtour viadalon a leggyorsabbnak bizonyult. A Nemzeti Lovarda azt gondolom, hogy mindannyiunknak a legkedvesebb, hiszen Európában is egyedülálló az, hogy a város szívében van egy neves lovarda, és úgy gondolom, hogy ennek a lovardának a történelme is hozzáad ehhez az egészhez, és ad egy olyan légkört, amiben mindenki nagyon szeret versenyezni. Minden lovasportnak az alapja az a lovaglás, a díjlovaglás, és ő először elkezdett lovagolni, és hát titkon reméltem utána, hogy fogadhajtó lesz belőle, de hát az alapokat kellett elsajátítani, de úgy döntött, hogy marad az alapoknál, és marad lovas, és hát ez az ő döntése, én ebből maximálisan támogatom, sőt, örülök is neki, mert sikeres. Természetesen mindig felemelő érzés nyerni, de most különösen, hiszen ez a téli szezonnak a legrangosabb nemzetközi versenye itt Magyarországon, és itt sikerült egy versenyszámot nyernem, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Fantasztikusan lovagolt, tehát nyilván ennek a lónak
ez egy kicsit sok volt, kicsit nehéz volt ez a pálya, tehát mindent oda kellett tenni, hogy egyáltalán átérjen az ugrásokon. Épp itt mutatta kilassítva, hogy annyira toltam el erről a kezét, hogy a lábával megütötted, annyira húzta a ló fölfelé a lábát. A Zoli tolta a kezét, hogy összeütköztek, azt néztük itt az előbb visszalassítva. Rengetegen vannak, és hát ennyit számít, hogy van egy olyan létesítmény, ahova szépen kulturáltan el lehet jönni. Évek óta erről beszélünk, hogy egy felújított nemzeti lovarda mit tud hozzátenni Magyarország lovas sportjához, és azt hiszem, hogy ezt nem kell magyaráznom, csak szét kell nézni.